a viszont. Rossz az ár, gyerekek. Rossz az ár. Elérkeztünk Szegedre az 5.-6. korcsoport lány és fiú országos kézilabda döntőjéhez. Ja! Yeah! Az a helyzet, skacok, hogy kettő csarnok van a fiúknak és a lányoknak külön, és ez a két csarnok hát elég messze van egymástól, ami azt jelenti, hogy 10 kilométerre, de most jelen pillanatban itt vagyunk, a női csarnoknál, vagyis a csarnoknál, ahol a lányok játszanak. Aztán a későbbiben látunk nyilvánvalóan a fiúkhoz is majd. Kamerák mögött Józsi, akinek az Anglilali házát eladtuk tavaly nyáron, télen. Ősszel. Nagyon örülök neki. Let's go inside the building. Jó napot, uram! Jó. Mi újság? Minden rendben levőnek látszik. Jöttem videózni ide a csarnokba. Igen? Ja. És a harmadik nap a szegedi nagycsarnokba fognak játszani majd a fiatalok a harmadik helyért és a első-második helyért. Milyen lenne, majd kettő lenne belőlem? Mi? És itt jönnek a lányok! Csókolom! Sziasztok! Tennap láttalak játszani, jó volt? Igen. Jó voltál? Szia! Téged is láttalak, te is jó voltál. Bálós. Összekevertelek, összekevertelek. De hova jó vagyok. Hogy vagytok? Minden jó. Minden jó? Minden is. Te leszel az index kép, lány. Nem már. De. Ez közeli. Mikor mentek országos döntőre? De hogy ez nem az. Napi szinten óránként szokott füllenteni. Következő csapat. Jó napot kívánok. Hello. Mi bújtok el? Mi bújnak el, tesó? Nem tudom. Uram, ide dudáljon, uram! Ez az! Jó napot, uram! Egy pacsira, menjen el! Uram! Jani bácsi, jó napot! Szerusztok, fogadna! Sportolok. Iratkozzon fel Jani bácsi a Nudless csatornára is, meg az MDS csatornára is, mert akkor jó lesz nagyon. Megmutatnám fel, hogy mi a szituáció, vagy miről is beszéltem itt kint. De itt nem kéne hangoskodni sem, mert lehet, hogy ki fognak innen engem rúgni, vagy kidobnak, vagy valami hasonló dolog. Jó napot kívánok, muszáj lenne beszélni. Velem nem. Hölgyeim, muszáj lenne beszélni, meg kell beszélnünk valamit. Egy duma? Adok egy 500-as. Nem a 20-ban arra eledünk, sapka. Sziasztok, hogy vagytok? Most nem az edzőnk beszélni, mert meccsünk lesz. Ja jó, akkor nyugodtan, beszélgessetek nyugodtan. Sziasztok! Sziasztok! Cső, szia! Nem voltam neki olyan szimpatikus, nem baj! Nem akartam tovább zavarni a lányokat, így inkább átnéztem a fiúkhoz, de őket még jobban zavartam, lol. Legyalogoltam nagyjából 15 kilométert, 1 óra 40 perc volt. Csak kamusztam. Itt vannak a skacok, bent az öltözőbe, úgyhogy benézünk hozzájuk. Gyertek, bekopogunk. Zavarok most? Jelen pillanatban nem zavarok? Na, sziasztok! Menjen be, sziasztok! Mi a helyzet? Nagyon nagy buli van. Mi a helyzet? Ki lettem küldve, gyerekek? Tudtam, hogy ez lesz, hogy ki fognak küldeni, de nem baj. Nem gondoljak azt, hogy az én lelki világom most romokba hever. Ső, tesó! Megvártam, direkt megvártam, hogy ki jössz. Engem, pont engem. Zavartam, hogy bent igaz? Zavartam azért kicsit. Nem, egy kicsit, egy nagyon szóval. Cső, szia! Csá. Te hasonlítasz rám, úgy nézel, mint én, igaz? Hasonlítok rá egy kicsit. Napközben zavarni senkit. Már zavartál. Ezért úgy döntöttem, hogy most este fog betörni a kézisekhez a hotelbe, és most este fogom őket zaklatni. A csoportmérkőzések fúra lementek, holnap már csak a döntők lesznek a legeslegutolsó nap. Jelenleg 9:30 van, reméljük még nem fogjuk őket nagyon zavarni, de hát mondjuk lehet, hogy fogjuk őket zavarni, nem? Na lehet. Fogjuk.
De, na, mindegy. Gyertek velünk, skacok, gyertek. Nem szabad észre a gyerek, mert ha észrevesznek, akkor itt vége mindennek. Hú, elvileg a negyedik emeleten vannak. Tudtam már, úgyhogy menjünk fel a negyedikre. Nem működik a lift, úgyhogy lépcsőzni kell még így a mai nap végére. Várj, nem lehet fölmenni, rossz járvöttünk. Ez a szerviz részleg. Most akkor mi van? Nem áll el a fülem. Nem. Eláll, nem? Itt is vannak a kézisek. Itt is vannak. Cső, sziasztok. Hello, szia. Szia. Megtaláltuk őket, gyerekek. Gyere gyorsan, gyere. Miért? Akkor hogy megyünk fel? Segítetek? De nagyon nehezen jutottunk be, de sikerült. Ki akarok jutni a rendesen a hotelbe, akkor is kell kártya? Mi? Nem. Akkor hazajutunk. Gyertek! Mivel itt a 401-es szoba a legeslegelső, ezért gyerünk be ide. Nem tudom, hogy működik itt a beléptetés, meg ilyenek, de... Szerintem próbálj meg bekopogni. Három kéz is! Négy! Kártyával kell feljönni. Hogy jöttél fel? Bemehetünk oda? Egy room tour, egy room tour! Egy kézis room tour! Milyen a kéziseknek a szobája? Bemehetünk? Lehetek! Uuuuh! Szabolcsi levegő! Ez nagyon komoly! Ez igen! Kicsit van lelapva! Ez igen, gyerekek! Én azt mondom, hogy sikeres hadjárat volt, lejutottunk az utcáról, ide fel a negyedikre, lifttel, ami kártyával működik, és még a portár se vette észre, amikor bejöttünk az ajtón. És itt vannak a kézisek, akikért jöttünk. Á, nagyon királyok vagytok. És még be is követle, vagy fel is iratkozom. Csak akkor iratkozzál fel, hogy tetszik, mert a... Á, ott van. Köszönöm. Ez már pipa. Várjál. Köszönöm szépen. És még értesítést is kértem. Feliratkozott rám egy kézis, nagyon nagy király. Nagyon jó. Na jó van. Köszönöm szépen még egyszer! Miért nem bírok kinyitni? Szólj már kézisnek! Vagy egy kézis. Nos, hogy hihiskedsz velem! Nos, hogy hihiskedsz velem! Yeah! Yeah! Sikerült a küldetés, gyerekek! Bejutottunk! És ott is vannak kézisek még mindig. Hello! Nagyon jó! És hogy alig várom a döntőt, a holnapot. Holnap találkozunk, skacok! Lájkoljátok is be a videót, valamint a leírásban megtaláljátok a merchnek a linkjét, mindenféleképpen csekkoljátok le a leírásban lévő linket. Úgyhogy yes, köszönöm szépen neked is, hogy itt voltál, és gratulálok minden egyes csapatnak. És jövő héten találkozunk, mert jövő héten fociban. Úgyhogy...